Szóval... Saját jó. Is. Na, itt indul a dolog. Ez a Candlestick Park, ez egy nagyon-nagyon híres koncert, ez a Beatles utolsó nyilvános felvétele. Ezen kívül egyetlen egy koncertet adtak, azt a híres koncertet az Apple stúdiónak a tetején. És érdekes, hogy le kellett fújni a koncertet menet közben. Szemben volt az egyik banknak az épülete, és az egyik tisztviselő betelefonált a rendőrségre, hogy túl nagy a zaj. Ezt a ruhát Grace Slick, a Jefferson Airplane frontembere viselte a Monterey Pop Fesztiválon. Ja, a Jefferson Airplane az egyik legikonikusabb együttes a 60-as évekből, és ezen a kiállításon rengeteg plakáton szerepelnek. But he never did like it all that much. I wonder if he just went to hell. So he drifted down to the... Ugye ez a gitár, ami ott volt a stúdióban. Ugye ez, és itt egy kép a Bob Dylannal, ahogy játszik ezen a gitár. All the while he was alone, the past was close behind. John Lennon és Yoko Ono eredeti békeplakátja, és John Lennon és Yoko Ono aláírásával. Ez egy kisebb fajta szenzáció, ez nagyon-nagyon ritka. Ez egy eredeti Jimi Hendrix számnak az eredeti Jimi Hendrix által írt kézirata, az Angel című szám. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday. About the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. And I said, fly on my sweet angel. A helyzet az, hogy olyan kiállítás, ahol ilyen minőségi plakátok vannak, ilyen mennyiségben, ilyen összetételben, párosulva igazi háromdimenziós tárgyakkal, ilyen kiállítás Európában még nem volt. És én erre nagyon büszke vagyok, hogy erre Budapestre kedvesen. Itt is remekül mutat Bob Dylan gitárja, de a DTK Show díszletében még ennél is felemelőbb volt látni. Köszönjük, hogy vendégünk volt, és köszönjük a személyes tárlatvezetést Simonyi Andrásnak. A DTK Show csapata és Dítos Kriszta. Köszönjük. Köszönjük.